tanuljon és változtasson az életén. Éljen végre nyugodtan, Ariadne, a Bölcsek Szakiskolája. Látogass el honlapunkra a www.jeansclub.hu weboldalra, és töltsd le aktuális online kuponunkat. Jeans Club. Dress up your life. Cégünk országos hálózattal támogatja az álláskeresőket és munkaadó cégeket. Ha ön is bízik egy hazai tulajdonú tanácsadó cégben, építse velünk karrierjét vagy munkatársai csapatát. Ön daganatos beteg és nem tudja, kitől kapjon választ a kérdéseire? Kinek mondhatja el rákos betegként gondjait? És kihez fordulhat segítségért problémáival a gyógyuláshoz vezető úton? Ha ön már gyógyult, hol mondhatná el más betegeknek is a történetét? Hogy ki és mivel segítette idáig? Mindenre lehetőség nyílik a nem sokára induló Élj újra versenyben a rákkal című műsorunkban. Kedden este 8 órától két hetente megjelenő adásainkban onkológus, valamint dietetikus szakértők segítik a rákbetegeket, továbbá bemutatunk betegszervezeteket, tanácsadó szolgálatunk pedig fogadja hívásaikat. Élj újra! Híradónk vendége Szántó Imre, ökölvívó mesteredző, a Kispesti Box Club vezetőedzője. Szervusz, üdvözöllek! Szervusz, jó estét! Régen beszélgetünk Öcsivel. Mióta ugye egy kicsit úgymond hátrébb léptél, ugye még szövetségi kapitány voltál, addig ugye mindig adta magát, hogy hát veled kell beszélgetni aktuális ökölvívó témákról. De mert hogy Kispesti Box Clubnál vagy, azóta egy kicsit úgy hátrébb is léptél. Ez úgy szándékos volt, hogy egy kicsit úgy kivontad magad úgy a média szereplésből? Hát mondjuk nem törekedtem soha arra, hogy a minél többet bekerüljek a médiába, elkerülhetetlen volt, ugye, mert a munkaköri leírásban is benne van az, hogy, hogy meg kell jelennem, hogy nyilatkoznom kell a televíziónak, újságoknak. Hát meg ugye téma is volt, mert az a boxerok azért elég jól szerepeltek abban az időben. Ugye olimpiákon azért voltak éremszerző, igaz, hogy utoljára 2000-ben a Erdei Zsolt, hogy előtte a Pisti. Akkor aktuális volt az a profi téma, amikor a Pisti elment 97-es világbajnokság után profi boxolónak, de sokáig ez témakör volt. Aztán érdekes, jól alakult a pálya, mert ugye amikor Kispestre mentek, a Bedák fivérek voltak nálam, akik Európa-bajnokságon jól szerepeltek, ifjús nyert junior világbajnokságot a Pimpó, utána ők is elmentek profinak, akkor jött a KT Gyuszi, aki a VB-n szerepelt meg jól, meg Európa-bajnoki döntős lett. Tehát ugye azért a képbe voltam, de nagyon lefoglal az, hogy a Kispest egy szakosztályt működtette, az más, mint amikor egy nagy apparátussal működtette az ember a válogatottat. Ugye nagyon sokan besegítettek ott a válogatottnál. Itt Kispesten azért majdnem, hogy egyedül kell megoldalom ezeknek a felnőtt versenyzőknek nem csak az edzéseit, hanem az iskolában, hogy a kisharcs az iskolába jár, de kijutott azért a szingapúri olimpiáról térmes lett, akkor ifjúsági VB-n is érmes, sőt most már ő a magyar válogatottnak a biztos pontja 75 kilóban, mely megnyerte a felnőtt magyar bajnokságot és ifjúsági létére. Akkor a Káte Gyula, aki még mindig szállítja azért az eredményt, ugye tavalyi EB-n ezüstérmes volt, és akkor nem beszél a Klassz Árpiról, aki egy olyan tehetséges versenyző, csak neki a háttere nem olyan biztos, tehát a munka mellett sportol, de nagyon szép eredményeket ér el. Most éppen Belgrádból jöttünk haza, ahol szintén döntős volt, jól bunyózott. Belgrád. Ugye a beszélgetésünket is a Belgrád köré próbáltuk éleszteni. Ha jól tudom, aranyérem nélkül jöttetek haza. Igen. A
Hát ez egy felkészülési állomása, edzésből mentünk ki a válogatott. Kik mentek ki? Hát a válogatottnak azok a tagjai, akik meghívást nyertek azokban a súlycsoportokban, amiben a versenyt rendezték, tehát 56 kilóban, ugye új súlycsoportok vannak, 56 kilóban Nagy Krisztián, a Szolnoknak a versenyző, 60 kilóban Varga Miklós Hajdú, Hajdú Sámson, 64 kilóban Káti Kispest, 69 kilóban Klassz Kispest, 75 kilóban Harcsa Zoltán Kispest, fél nehéz súlyban Szellő a Kecskemétnek, és nehéz súlyban meg a Darmos, aki szintén most a Kecskemétnek te voltál kint a... De én a Kovács László szövetség kapitánnyal voltam, úgy segített, együtt voltam igen vele. És hogy szerepeltek? Azt már tudjuk, hogy aranyat nem hoztak hozzá, de... Három versenyzőnk került be a döntőbe, a Káte, a Klassz és a Szellőimi. Akkor három ezüst. Három ezüst, igen, meg szereztünk azért bronzérmeket, és egy olyan felkészülési mérkőzés sorozat volt ez, ami a szerintem ez jól szolgálja majd a további felkészülést az Európa-bajnokságra, ami két hónap múlva lesz. Ez azért volt jó verseny, szolgálja egyébként a VB-re is a tapasztalatot tudtunk gyűjteni, mert Kazasztánból voltak versenyzők, Mongóliából, Üzbegisztánból, és akkor Európában voltak a skótok és a szerbek, akiket így ki kell emelnem, akik jól szerepeltek. Ez érdekessége volt a versenynek az, hogy ezek az ázsiai versenyzőknek ez a gyors, gyors mozgású, nagyon ügyes boxolók, ez régen annak idején a szovjetőnek a stílusából még átmentették az igazi klasszikus ökölhívást. Ez nagyon örömteli, hogy nem ez a kettős fedezékes, nagyon passzív zárt boxot csinálnak, teljesen nyitott ökölhívást, a úgynevezett klasszikus bunyottság, sokat mozognak lábon, megelőző ütéseket visznek be, jártasak a közelharcba és a belharcba is. Tehát úgyhogy nagyon jó kis bunyósok voltak. Volt olyan versenyző, amik az országának a legjobbja volt, sőt, volt egy olimpiai bajnok is, ugye Mongóliának az első olimpiai bajnok, aki harmadsúlyba nyert Pekingbe olimpiai bajnokságot, most 52 kilóba jött le. Ugye a légsúlynak fölvitték egy kilóval a határat 52-ben, és utána következik a 52-től 56-ig. Nagyon színesen, okosan boxolt. A mi is összekerült a Káti Gyula egy mongol versenyzőbe, bunyozott egy nagyon szoros meccset, a Klasszárpi egy Kazasztán a 12-11 lett a vége, és a mondjuk lehetett volna fordítva, és akkor Szellő Imre szintén egy kazak boxolóval került össze. Ez a döntő. Aki, ez a döntő, igen. A előtte lévő boxokon is úgy olyan bunyókat csináltak a versenyzőink, hogy hát ugye javítani való azért az bőven van, de lehetőségünk lesz ugye a kijavításra, mert a hosszú edzőtábor következik. Lesz most még egy csapatbajnoki mérkőzés május 7-én, abban benne van a komplett magyar válogatott, ez a Boxing Vannak a csoportküzdelme, ahol van két román csapat, egy lengyel csapat, akkor egy cseh, egy szlovák és egy magyar együttes indul. Ez egy nagyon jó kezdeményezés, itt 7 súlycsoportban van a bunyó, de majdnem megmozgatja a komplett válogatottunkat, mindegyik oda valamelyik csapathoz le van szerződve. Ez lesz május 7-én, utána van egy szlovák nagydíj, és utána pedig a edzőtábort, egy jó hónapos edzőtábori felkészülés lesz az Európa-bajnokságon. Ez mikor lesz, júliusban? Igen. Júni. Június végén? Június végén, igen. Tehát arra készül majd a csapat, tehát ezek a sikerek, ugye meg kell említeni, hogy Cipruson is volt előtte egy torna, ahol a Bacskai Balázs szintén nyert, és a Görbics pedig nyert 64 kilóban. Tehát úgy, hogy bontogatja szárnyait a Görbics Gabi 64 kilóban, és ugye a Bacskai pedig tartja azt a formát, amikor Európa-bajnokságot megnyerte. Olyan kiváló formában van, hogy azóta veretlen, boxol a Oberligába, kint Németországba, akkor most beszáll ebbe a Boxing Vanba is, és hát reméljük, bizakodunk benne, hogy kitart az Európa-bajnokság, ez a jó forma, és hogy ott finalista lesz, akkor egy olyan értékes pontokat kapnak, hogy a világbajnokság, ami kvalifikáció lesz, az első 8 boxoló kerül a olimpiára egyből. Na most abból, hogy az európai versenyzők bekerülnek, akkor azok már kvalifikálják magukat az olimpiára, és mivel kiemeléses rendszerben lesz a világbajnokság, tehát érdemes jól szerepelni majd az Európa-bajnokságon, mert onnan gyűjtjük a pontokat, a tavalyi VB, tavalyi EB, meg az itteni EB-nek a pontjai alapján csinálják meg a kiemelést a VB-re, és természetesen dolog, hogy a kedvezőbb helyzet.